Sziasztok! Most egy bundás kenyeret fogok készíteni. Igazából van már egy a csatornámon, azt ugye nem is ezzel a fényképezővel vettem fel, illetőleg ott ilyen zene volt alá téve, meg alá írtam így a dolgokat, hogy mi történik. Hát itt se nem zene lesz, se nem aláírás nem lesz, de illetve ezzel szemben jó minőség lesz. Nos, lássuk akkor a hozzávalókat. Első körben ugye a hozzávaló az tojás. Én ebbe ugye tettem sót meg mindenféle fűszereket, azt most nem részletezem, hogy mit. Illetve még csináltam hozzá egy ilyen jó kis zöldségtálat. Hát ezen ugye van, ebbe ugye van sárgarépa, paprika, oliva, és jobb oldalon ott látható a reszelt fokhagyma is. Illetőleg elengedhetetlen hozzá a kenyér, amit ott fogunk kisütni, abban már benne van az olaj. Lássuk akkor, hogy hogy néz ki a történet. Szépen melegszik tehát az olaj, és addig ugye beáztatjuk a kenyeret a tojásba. Véleményem szerint jobb a nem nagyon frisssel dolgozni. Ez egy két napos kenyér, szerintem jó íze lesz. Belerakjuk a második kenyeret is. És szépen, amíg felmelegszik az olaj, addig átissza magát. Miután kellően felmelegedett az olaj, azután egészen egyszerűen beletesszük a kenyereket. Benne van a négy szelet kenyér, most igazából csak ennyit csinálok, nincs többre szükség, és szépen nem nagy intenzitással szoktam én ezt, ugye, tehát így, hogy szinte alig bugyborékol. És ennek az oka ugye az, hogy belül a kenyér is szépen átsüljön, meg jó íze legyen. Én így szeretem. Egyszer fogom megfordítani, és utána kész is lesz. Úgy gondolom, hogy az első fele elkészült, úgyhogy akkor megfordítom. És akkor természetesen meg is mutatom nektek, hogy milyen színe lett. Én körülbelül így szeretem, hogyha ilyen színe van. A közepe nem teljesen barna, de azért az is át van sűrve, a szélei ropogósak, és akkor szépen ugye nézegetem, és a másik felét is ilyenre elkészítem, utána kiteszem egy tányérra, és akkor megmutatom a végeredményt. El is készült, tehát az étel. Szerintem minden videómban elmondom, de szerintem ez is nagyon gusztus lett, az illata az nagyon jó, ugye köszönhetően ott bal oldalon a fokhagymának, de ugye ez az egész kompozíció szerintem gusztusos is, mindenféleképpen próbáljátok ki. Sziasztok!